Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, kezdi Csokolom képviselő azt. Jó reggelt kívánok! Képviselőtársam Csuhai Ildikó, a Népszabadság főmunkatársa és Szirmai Dávid, a Borsd belpolitikai rovatvezetője. Jó reggelt! Kemény dolgot állított ön tegnap, azt mondta, hogy az oligarha ügy, az tulajdonképpen eléri az államfőt, és ezt mindenképpen tisztázni kell. Ezt hogyan értette? Pontosan úgy fogalmaztam, az oligarchák és a fantomcégek, ugye? A hvg.hu tegnap reggel egészen korán föltett egy cikket az internetes oldalára, ahol a Fidesz által megválasztott elnök leendő hivatalvezetőjéről közölt egy cikket. Ugye Haszonisnyi Ádám Máriáról van szó, ma is megtekinthető egyébként az interneten ez a cikk. Akiről annyit lehet tudni, hogy ő jelenleg a budapesti kormányhivatalnak a főigazgatója, és egyébként az egyik cégnyilvántartás szerint 92 és 97 között a Quality Invest RT-nek volt a felügyelő bizottsági tagja. Ez ugye nem sokat mond, se önöknek, se a tévénézőknek. De ha már azt mondom, hogy Kaja Ibrahim, akkor szerintem nagyon sokaknak eszébe jut az a 90-es évek közepi botrány, amikor sok-sok cég azt hiszem a hvg.hu 14 ilyen céget említ, mint egy 300 millió forintos adótartozással egyszerűen fantomizálódott. Ezeket a cégeket ugye eladták akkor Kaja Ibrahimnak, Josip Tóthnak és a társainak. Na ez a Quality Invest RT, ez egyike ezeknek a cégeknek. Képviselő asszony, ez teljesen érthető idáig, amit ön elmondott. Nekem egy pici dolog hibázik. Ezt a hölgyet, akit most igazából, ha Áder személyén keresztül is, de keményen kritizálnak, ezt a ön pártelnöke vezette kormány 2008-ban kitüntette. Kormánykitüntetést kapott ez a hölgy. Én erről nem tudok. 2008-ban Bajnai Gordon adta át neki a Magyar Köztársaság érdemrendjét, mint a fővárosi aljegyző. Ez nyilván, ez Bajnai Gordontól kell megkérdezni, mert hogy a Bajnai Gordon is kormánya adta át, hogyha átadta, én nem tudom. Nem, ez Gyurcsány kormánya, mert Bajnai Gordon akkor önkormányzati miniszter volt. Nem tudom, hogy ez így volt-e, hogy meg fogjuk nézni, hogy ez így volt-e. A kérdés, azt gondolom ebben az ügyben az, hogy ez a hölgy jelenleg hivatal vezetői posztot vállalhat ugye a köztársasági elnöknél, vagy az elnöknél egészen pontosan, mert egy köztársaság nélküli ország köztársasági elnökről elég nehéz beszélni. És igazából abban az összefüggésben kezd érdekessé válni az, ami mostanában kialakul, hogyha azt látjuk, hogy a Simicska Lajos, Varga Tamás, mert ők voltak az igazgatóság tagjai, vagy éppen Kövér Szilárd révén, milyen módon kerülnek be egyébként a különböző magas posztokba, és magas posztok közelébe ezek a gazdasági, volt gazdasági érdekeltséggel rendelkező személyek. Egyébként, és bocsánat, Sóbb György is felügyelőbizottsági tagja volt ennek a cégnek korábban, ő ugye a rádió. Került a rádió élére. Még azt szerettem volna Áder Jánossal kapcsolatban kérdezni, hogy valószínűleg azért esett a választás a Haszonicsnyira, mert ezek szerint, ha ki is tüntették korábban, akkor jó munkát végezhetett, és Áder, meg ugye tudjuk, hogy azután száműzték Brüsszelbe, éppen Orbán Viktor, hogy a magyar nemzetben a Simicska Lajos érdekeltség megjelent egy szikas, mint Marian te portász. Tehát most nem fogadatlan prókátora vagyok Áder Jánosnak ebben az ügyben, mert ugye a jelentősége azért túlmutat Áder János személyén. De igazából azt szerettem volna kérdezni, hogy a Jobbik kezdeményezte parlamenti vizsgálóbizottság felállítását, Simicska, nyerges érdekeltségek, a kormányhoz közeli gazdasági érdekkörök, állami feladatokat, vizsgálóbizottság felállítását, és vagy állami megrendeléseket kapnak. Önök támogatják ezt a parlamentben? Hogy mi nem láttam az erre vonatkozó kezdeményezést, de a Demokratikus Koalíciónak egyébként alapálláspontja, hogy egy ilyen, olyan párttal, mint a Jobbik semmilyen módon nem kíván együttműködni. Mi úgy gondoljuk, hogy ezekben az ügyekben, és itt most nem csak Haszonisnyiről van szó, aki egyébként tudjuk, hogy az évek folyamán nagyon sok cégben, mint a Fidesznek a delegáltja szerepelt, és nyilván sok posztot betöltött, de most egy kiemelten fontos bizalmi posztot fog betölteni, és ez az ügy azt gondolom, hogy abból a szempontból izgalmas, hogyha végignézzük 2010-től kezdve, hogy egyébként kik
kerültek nagyon fontos pozíciókba különböző kormányzati szerveknél. Hogyan folyik egyébként Magyarországon a törvényalkotás? Van olyan törvény, amit látható módon kifejezetten ennek az érdekeltségnek, ennek a Simicska, a Nyerge Zsolt érdekeltségnek gyártanak le a parlamentben. Hogy mondjak egy példát. A hirdetési piac kifejezetten ilyen, az óriás plakát piac. Amikor egyébként a konkurenciát törvényi szinten szorították ki az óriás plakát piacról, és mostanában csak a Simicska, szinte csak a Simicska Lajos képviselő, cégének a hirdetési plakátjait lehet látni. De őszintén szólva meg kell mondjam, hogy lehet, hogy hamarosan lesz egy Megkelek program is, mert hogy emlékeznek arra, amikor arról folyt a vita a magyar parlamentben, ami hát szörnyűséges vita volt, hogy meg lehet-e élni 47 ezer forintból. Ugye mindannyian tudjuk, hogy nem lehet megélni 47 ezer forintból. És akkor Pintér Sándor belügyminiszter egy vitába, amelyet nem szeretnék minősíteni, mert ő leült a Jobbikkal vitatkozni, ami önmagában egy, szerintem egy probléma, mert egy demokratikus párt és egy magát demokratikusnak tartó egyébként kormány nem ül le a szélső jobb oldalra vitatkozni, azt mondta, hogy nem lehet megélni 47 ezer forintból, kell egy kecske is. És azon gondolkodtam, miért pont kecskét mondod? Hát mi lehet az oka annak, hogy kecskét mondod? Magyarországon nagyon sok csirke van, nagyon sok disznó van, nagyon sok szarvas, miért kecske? Erre jön tegnap a hír. Simicska Lajos megvásárolt egy hirdetési céget valahol a Dunántúlon, aminek a profilját rögtön megváltoztatta, és kérem szépen a kecske tenyésztést is fölvették profilnak. Ugye ott azok az állami földek vannak, amelyeket eddig nem sikerült pályázat útján kiadni, befejezném a mondatot. Tehát azt gondolom, hogy hamarosan találkozunk majd valamilyen, mondom, ilyen Megkelek programmal, és ahol állami kecske tenyésztés lesz, és nyilvánvalóan egy újabb érdekeltséget lehet átadni Simicska Lajosnak. Mert azt láttuk, hogy egyébként a közgép az lényegében mindent megnyer, konzorciumban vagy önállóan, a hirdetési piac az lényegében törvényi úton ehhez az érdekkörhöz tartozik, és hát most látjuk az állami földeknél is, hogy egyébként Fidesz közeli magánszemélyek vagy cégek kapnak, és nem csak Fejér megyében, hát Baranyában, Borsodban. 77%-át a földhaszonmérleti szerződéseknek. Az elmúlt 20 évben. Pandant így egymás mellé lehet tenni, a ma reggeli újságokban is egymásnak válaszolgatnak a jobb és baloldali lapokban ugyanezek a vádak. Tehát emlékszik, az önök kormányzati ciklus alatt a Fidesz hajszál pontosan más-más ügyben, más-más elnevezésekkel, más-más cégekkel. Fordítsunk ezen a történeten. Ha kimondanánk azt, hogy Magyarországon olyan ember, baloldalon is és jobb oldalon is, aki valaha jóban volt, politikussal. Nem csinálhat vállalkozást, nem vásárolhat. Nem ez a probléma, ezt mi történne ez? Nem ez a probléma, ezt ön is tudja. Hát ez pontosan ön is tudja, hogy nem az a probléma. Szerintem nincs azzal gond, hogy ahogy a miniszterelnök fogalmazott a magyar nagytőkésekben, szerintem ez sértő volt arra a valódi magyar nagytőkési rétegre, akiket összemosott ezekkel a oligarchákkal, hiszen az egyik LMP-s képviselő éppen a közgép ügyében kérdezett hétfőn. Szerintem nincs ezzel baj. Szerintem nagyon helyes, hogyha verseny van. A mi időnkben én tudom, például a HM-be, a sokat kritizált őrzésvédelembe, ugyanúgy részt vett a civil biztonsági ZRT is pályázatban, mert szerintem ez a helyes. HM-be vigyázzunk azért, mert ez a fél HM-nél ilyen korrupciós ügyekben lehetett hallani. Ja, és, hát vigyázzunk és azzal. Azt szeretném mondani, hogy konkrét ítéletet lehetett már hallani. Mert hogy ez a jó, ez a nagyon jó ügy, ez a nagyon jó. Mi az Olafnál, ugye a csalás ellenes Európai Uniós Hivatalnak, mi ebben az ügyben már megtettük a szükséges lépéseket. Nem csak az ellenzék, bocsánat, csak annyi, hogy Angyal József, a FVM-nek a volt államtitkára mondta azt, hogy itt oligarchák tették rá a kezüket a földekre, és egy másik fideszes politikus, azt ne felejtsük el, Lázár János Fidesz frakcióvezető beszélt arról, hogy itt oligarchák polipmódjára hároznak be érdekeltségeket, tehát ez egy kormánypárti véleményt. Nagyon kíváncsi, ön elmondott egy nagyon szép monológot az oligarchákról, amit még hallgatnék szívesen, csak egy bevezetett ön egy új kifejezést a politikai közbeszédbe. Karosszék forradalmárok. Igen. Segítsen már, kik ők? Személy szerint, mert ismerem a szövegkörnyezetet, ebből számomra nem derült ki. Azt mondta, hogy a karosszék forradalmárok nem segítik tulajdonképpen a változást. Ja, kik ők? Az ATV egyik esti műsorában mondtam ezt el, hogy
nagyon fontos, hogy ellenzéki összefogás legyen. Én ezt nagyon-nagyon támogatom. De azzal azt gondolom, hogy az ellenzéki összefogás nem tudjuk segíteni, vagy legalábbis én úgy érzem, hogy nem segíti az ellenzéki összefogást, hogyha egyébként különböző... Neveket mondani? Nem szeretném neveket mondani. Jó, onnantól kezdve meg tudom, hogy mit fog mondani, mert nyilván azt mondja el, amit az ATV-ben. De tudja, az szeretném. Az érdekes, hogy írt nekem egy állampolgárpont ezen ügy kapcsán, hogy ő úgy értelmezte, hogy rá gondolom, mert hogy ő valóban, ne haragudja, mondja ő fél attól, hogy egy gyereke el fogja veszíteni az állását, és ő nem mindig olyan hangos, mint kellene. És én neki visszaírtam egy egyszerű állampolgárnak, hogy én nem rá gondoltam, mert az a rezsim, amelyik az egyszerű állampolgárból hős csinált, az egy rossz rezsim, azt le kell váltani. De vannak ebben az országban felelős emberek, ex-politikusok, politológusok, nagyon sok más ember, aki azt gondolom, hogy nem csak azzal tud segíteni egyébként az ellenzéki összefogást megvalósítani, hogy irogat, sokszor kritikát fogalmaz meg, hanem azzal is, hogy eljön a rendezvényeinkre, elmondja a kritika mellett egyébként azt, hogy mit kell csinálni. Segít nekünk ebbe. És én azt hiszem, hogy borzasztó jó ülni egy karosszékbe, és onnan egyébként a televíziónak felemelni a kezét valakinek, és rázni a televízió irányába. De tettekkel lesz itt változás, és én azt hiszem, hogy ennek a körnek, akik nagyon sokan vannak, és rendkívül értékes emberek, ez egy hívószó volt, lehet, hogy kritikusabb hívószó volt, de hívószó volt, hogy akkor gyertek, csináljuk együtt, segítsük, legyen közös ez az akarat, hogy ezt a rezsimet leváltsuk, amely hőst akar csinálni az egyszerű polgárból. Egyetlen rövid kérdésem, muszáj, hogy maradjon időnk. Ön is védelmébe vette Gyurcsány Ferencet ebben a prági ügyben. Sokan megteszik, a lapok is ezt csinálják. Egy akadémikus azt mondta tegnap reggel, hogy azt nem érti ebben a történetben, hogy van ezeknek a vádaknak egy rakat része, amiben egész egyszerűen Gyurcsány Ferenc személyesen rendet tudna tenni, és el tudna dönteni minden gyanakvást. Miért nem jön? Hagy ajánljon be maga, óriási rutinom van plágium interjúkban. Én is hívtam. Én azzal nem dicsekednék az ugye azzal az interjúval. Én is hívtam, más azzal is nem hívtam. Dicsekednék. Én is hívtam, más is hívtam. Nem jön? De miért van ez? Miért nem ő védi meg magát? Ez az az akadémikus, akinek a lánya Schmidt Pálhivatalába dolgozol? Az az akadémikus? Nem. De az az akadémikus, ugyanarról az akadémikusról beszélünk. Azt hiszem, hogy ebben az ügyben, amit kellett, elmondtunk. Ebben az ügyben világosan látszik a koncepció. Már most odáig jutottunk egyébként, hogy hírhamisítás történik. Én vagyok egy vasárnap este egy televízió műsorában. A televízióban ülő műsorvezető hölgy mondja azt, hogy rejtett kamerás, felvételt készítettek az iskola igazgatóval, és Gyurcsány nem csinálta meg az iskolai gyakorlatát sem. De nem, ezt mondjuk végig, mert ebbe a televízió is fontos, hogy elhangozzon. Ha a Schmidt pára volt ideje, akkor szerintem rám is van annyi ideje. Tehát az a televízió ezt szajkózza, még kint saját magukat nézik, és nem nézik meg az ATV esti műsorát, ahol ugyanez az iskola igazgató megtörtént, azt mondja, hogy 40 év pályafutás után neki azt kell megélnie, hogy róla rejtett kamerás felvételt készítenek, és összevágják a mondandóját. Tehát én azt gondolom, hogy most már ilyen hírgyártás történik, eljutottunk oda, hogy a Pécsi Újság internetes portál már most teljreigazítást közöl, én nagyon remélem, hogy egyre több televízió ezt teszi. És még mi itt elmacázgatunk ezzel az üggyel, mert ez folyik, addig egyébként nem beszélünk sárga csekkadóról, SMS adóról, kecsketenyésztésről, 47 ezer forintról, meg arról, hogy az emberek lassan nem tudnak utazni, ebben nem tudnak kommunikálni, és egyébként éhen halnak Magyarországon. Ebben ezzel kellene foglalkozni. Itt is azért. Ezzel köszönöm, hogy eljött hozzánk. Én is nagyon köszönöm. Ildikónak és Davidnek köszönöm a kérdéseket.